Területünk 28 hektárnyi területről van szó. A felső és az alsó terület. Mi önöknek bemutatjuk a felső területet. Ez a nemzeti védelmi terület, emlék. És az alsó meg egy működő kolostor. Hát ez a legrégebbi templom, 1100-ból az alapok. Szebb volt, aki a legfőbb templom, a legszebb templom, sajnos a második világháború le volt pusztítva. Ez Szűz Mária elszenteredésére van, mert megszentelve. A 14. században épült az eredeti első templom, és ez az első kőtemplom itt a Lavra területén. 1073-ban az első kőtemplom. 11. században ez egy kicsike kis templom volt, egy kupolás kis templom volt. Most nem lehet látni ezt a régi templomot, mert voltaképpen 18. században át volt építve, és a nem régi felújítás voltaképpen visszatértek a 18. századbeli formához. Tehát két levelet felújítva, barokk stílusban. Kis napocskák, dicsőjétek Jézus Krisztust, Ripidát. Antonyi, az első alapító. Az első, aki irányította.
most minden sablon szerint készül, mert új technológia szerint készül. Ez a szerzetesek temploma, és mellé építve a nagy ebédlőjük. Merinette Elena volt a kijevi operában volt, most az a rengeteg virág, mert ez nem régen volt ez az emlék. Ember jelenleg lakik a Laurában.
Ez egy működő ikonfestő műhely és iskola. Na, itt jöttünk ki, és láttuk a barlangkápolnát, ami jelenleg temetkezési hely. Voltak olyan szerzetesek, amelyek egy bizonyos időre 20 napra, 30 napra, 40 napra befalasztak őket. És akkor bent állandóan csak imádkoztak, piciket is részt volt, ahol beadták nekik a zenéhoz, amelyeken ők kiadták a őrülőjüket, és fogjaképpen le voltak hallgatva. Volt, aki félénik is így voltál. Híresen. Telesek itt van eltemetve, a másik barlangban, Mózes, akinek az a neve Mózes, a magyar föld. Tehát ez az Afganisztánban meghalt katonák temploma, vele szemben van az emlékmű.